A vádlott és a sértett édesanyja 2012 óta élettársi kapcsolatban éltek, 3 gyermekük született. A férfi gyakran maradt otthon a kiskorú gyermekeivel. A törvényszék elsőfokú ítéletében megállapított tényállása szerint az apa 2020. októbere és 2021. februárja között több alkalommal is szexuális cselekményt végzett 7 éves lányával. Tavaly február 14-én is otthon volt a 3 kiskorú gyermekével, amikor a két fiú jelenlétében szexuális cselekményt végzett a lányával, amikor az anya a házhoz érve az ablakon keresztül látta a történteket és bejelentést tett a rendőrségen. A székesfehérvári törvényszék folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntettében és kiskorú veszélyeztetésének büntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A büntetés 19 év fegyház, valamint végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18 évnél fiatalabbak nevelését, felügyeletét, gondozását és gyógykezelését végezné. Az ítélet nem jogerős, azt az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felmentés érdekében fellebeztek.